Mindenképpen édesapám is tűzoltó volt, mindig ott volt, bármikor szükségünk volt rá, és emellett mindig becsületesen végezte a munkáját. Igyekszem ezt a képet én is elérni egyszer. Acsai Márk tűzoltó őrmester vagyok, most szeptemberben kezdtem meg a kiképzést, és február óta vagyok itt a 8. kerületben. Beosztott tűzoltó vagyok, akik hátul ülnek az autóban. Lényegében mi vagyunk azok, akik töblőt gurítunk. Itt vagyunk a 8. kerületi hivatásos tűzoltó parancsnokságon. Konkai Tamás vagyok, 32 éves, már több mint 8 éve vonulós tűzoltóként ide szereltem föl. 24-48-ban dolgozunk, ugye egy teljes napot bent vagyunk, 2 nap pihenőidőnek kéne, hogy legyen. 24 óránk az úgy telik el, hogy minden reggel 6:30 van a váltás, megtudja az ember a beosztását, akkor van egy reggeli időnk, reggel 8-tól van egy tantermi oktatásunk, és utána van egy szerelési foglalkozásunk, és utána napi tematika, hogyha esetleg van helybejárás, vagy gyakorlat, vagy bármi, ami plusz, természetesen van kötelező sportfoglalkozás, és mellette a riasztások. Sokan azt hiszik, hogy csak kimegyünk és locsolgatunk, de ez egyáltalán nem így van, mert minden beosztásnak megvan a maga feladata, hogy mit kell csinálni, és minden beosztás más. Nekem nagypapám is tűzoltó volt, a nagypapám testvére is, nekem a saját édestestvérem, a bátyám is tűzoltó, és így volt egy látképem erről az egészről. Ebben a 48 órában van időm dolgozni máshol, sportolni, családomra, tájboxolok versenyszerűen, és ugye minden dolgot elintézni, amit szükséges, úgy, amit a 24 óra alatt nem lehet. Szeptembertől indul az egyetem. Győrbe járok a Széchenyi István Egyetemre járműmérnök levelező szakra. Az a helyzet, hogy nem tudom megmondani így, mekkora bátorságra van szükség az embernek, mert én még nem találkoztam olyan helyzettel, mi számomra különösebb félelmet keltett volna. Hát az biztos, hogy több inger éri a mai fiatalokat. Amikor kérünk áresethez, ugyanúgy különböző ingerek érnek minket minden oldalról, az utca másik feléről kiabálnak nekünk, ég a ház, közben a macska fölragadt a fán, és nyilván ezt valahogy mindannyiunknak tudni kell kezelni, bizonyos ingereket kizárni, másokat befogadni. A munkai légkör az természetesen valamilyen szinten feszes, de egymás között, ahogy vonulunk, ott azért ennél jóval szorosabb kapcsolatok is kialakulnak, hiszen egész napot együtt töltjük. Sosem fogom megbánni, hogy jelentkeztem, mert az ember itt olyan társakat talál, akik bármikor kihúzzák a tűzből szó szerint. Olyan sok segítséget tud adni, amit talán máshol nem. És az embereken nagyon jó látni azt a köszönetet, amit a munkákért kapunk. Igen. Mindenféleképpen adrenalin függő embernek ajánlom ezt az egészet. Azért egy tűzoltó, ahogy kimegy egy riasztásra, szerintem teljesen máshogy viselkedik. Nem hiszem, hogy van félelem érzete bárkinek is. Egy tűzoltónak mindenféleképpen életmentés az első, utána az anyagi javak mentése. Nyilván mindig mindenféleképpen arra törekedünk, hogy az életmentés legyen elsősorban, úgy, hogy magunkat se kelljen veszélyeztetni. De ha kell, akkor muszáj. Hogyha szeretne egy ilyen fix munkabeosztást, amit tudunk előre, hogy a 24-48 mikorra jön ki, meg hogy jön ki, meg hogyha szeretne egy ilyen kis pluszt, nem egy mindennapi munkát, nem olyan munkát, ami nagyon monoton, mert minden káreset más, akkor mindenféleképpen ezt válassza. Nem tartom hősies dolognak, mert sajnos a hősöket halottaknak szokták nyilvánítani, de természetesen ez ugyanolyan szakma, mint a többi, csak máshogy működik ez az egész dolog, és más munkarendünk van, más dolgokat csinálunk, olyan dolgokat, amit 10 emberből 9 lehet, hogy nem csinálna.